ezt a fura kinézetű Motion Ride villát a Mozgásvilág tesztnapon sikerült szemügyre vennem. Persze ezen kívül még több mint 100 tesztgép várta az érdeklődőket, és a Kamaraerdő ideális helyszín volt ahhoz, hogy mindenki egy kicsit megismerkedjen az újabbnál újabb gépekkel. Sziasztok! Itt vagyunk a Mozgásvilág tesztnapon, aminek az a lényege, hogy eljössz ide és kipróbálhatsz egy csomóféle bringát, alkatrészt, tehát ha éppen bringavásárlás előtt állsz, akkor kipróbálod, hogy mi kell neked: országúti, túragép, mountain bike, 26-os, 29-es, 650B, és ez meg itt mi? Ez egy teljesen újszerű teleszkópos. Hát ez látszik rajta. Ez egy paralel villa. A lényeg az, hogy a fékezéskor és a meredek lejtőkön való összeülést kiküszöböljen. Tehát gyakorlatilag ez lenne az előnye a hagyományos teleszkópokhoz képest? Mondhatjuk lesarkítva, hogy igen, igen, ez a legnagyobb előnye, hogy a teljes rugóutat, ami jelen esetben 160 mm, ezt ki tudod használni minden helyzetben. Uh-huh. És mi rugózik benne? Itt ez az oldala, vagy ki ez és mi? A teleszkópnak a jobb szárán látunk egy karbonlapot. Aha. A karbonlap végzi a rugózást, a bal szárán pedig... Futócuccot is tudsz tesztelni. A bal szárán pedig van egy a csillapítás. Aha. Mondjuk igazából ez a karbonlap, ez lehet, hogy elsőre hülyén néz ki, de a T6-os Corvette-ig és 550-600 lóerőig azért ez működött az autóiparban is. Tehát valószínűleg egy kerékpár másfél lóerejével is el fog bírni. Szerintem is teljes mértékben működőképes, ráadásul nem összenyomódik, működés közben nem még szétfele nyújtó hatás. Aha, tehát nincsen alapból feszültség alatt a rugó. Nincs, ráadásul, hogyha ezt a karbonlapot kiszereled, ugyanazt a formát fogod látni, mert alaphelyzetben nincs összenyomódás. És nagyjából mennyi időnként kell szervizelni, hogy egy normál teleszkópot mondjuk ilyen 40-50-60 üzemóránként szét kell szedni, olajcsere, ez az amaz, itt mit kell vele csinálni? A gyártó elmondása szerint ezt a villát megveszed, és honnantól kezdve használod, nincs karbantartás. Örök élet. Meg egy év. Aha. Hát még ezek az örök élet dolgok azért mindig kérdésesek, de jó lenne úgy tesztelni ezt a villát, hogy tényleg éveken keresztül, hogy kiderüljön, hogy tényleg minden egybe marad-e. Mondjuk a csapágyazás nincs benne, igazából levegős, olajos részek nincsenek benne, mi menjen tönkre? Minden forgáspont kerámia a csúszó csapágyas, a csillapításért felelős tag pedig nem levegőt és nem olajat tartalmaz. Ha nem mit? Ez a gyártótitka. Jó, hogy ezt nem árulták el, hogy mi van benne. Az elnevezésből arra lehet következtetni, hogy ilyen vákumrendszer van. Aha, aha. Szedjük szét. Mindenképpen. Hát, ha nagyot szól. Oké, hát akkor nézzük meg, hogy milyen lesz menet közben. Nézzük mert hát meg. Mégiscsak egy teleszkóp, ki kéne próbálni. Hát mentünk pár kört a géppel, és meg kell mondjam, ilyen érdekes érzés, nem mozog olyan szépen, mint az én enduro villám, viszont tény, hogy merevebbnek érezhető, és igazából működik, ami meglepő így a kinézetét nézve. Igazából túl kell látni a szépségén. A rendszer tényleg elég jól működik. Van egy pici kotyogás, amit te is észrevettél ott a megindulásnál, de inkább a visszarugásnál, szerintem itt az elemeknél, a gumibaknál. Vagy még az is lehet, hogy ha tényleg valami vákumos elven működik, akkor lehet, hogy abban, hogy képződik valami, vagy ilyesmi. Igen, lehet, hogy a végállásnál. Az biztos, hogy hosszabb tesztre van szükség ahhoz, hogy legyen egy teljes átlás. Elvileg lesz rá lehetőség, hogy én is hosszabban menjek majd ezzel a villával, úgyhogy vélhetően majd jövünk még menet tapasztalatokkal. Első körben azt mondanám, hogy tök jó, meg tök szép, meg minden, de hogyha hozzáveszem ezt a 400.000 forintos fogyárat, akkor így maradnék inkább a Fox 36-nál, vagy a DT1 villámnál. Csapó. Csak.